Bézsi Zoli most éppen szabadságon van, ezt az adást is kedvenc lakókocsiában nézi valahol a Balatonparton. Azt kérte, hogy a szabadsága előtt hadd forgasson egy filmet az örök slágerlistáról. Igazi nyáresti kikapcsolódás lesz, azt ígérte, és be is váltotta az ígéretét. Sok más mellett azért szeretem a nyarat, mert ilyenkor lehet hakkönnyű témákról riportot készíteni. Tavaly nyáron például műsorvezetőnk azt kutatta, hogy mitől olyan népszerű az amúgy nem is olyan jó dal a Despacito. Kezdjük Gesztivel. Péter gyorsan kiemeli a dal sikerében Justin Bieber szerepét. Azt mondja, hogy a legnagyobbat a tini sztár Despacito feldolgozása dobta a számon. Ma már, ha meggyújtasz egy pici lángot valahol, akkor ez egy pillanat alatt lángra tudod kapni máshol, de azért, mert a világ egy őrült nagy hálózat lett. És ebben a hálózatban, akik jól menedzselik magukat, azonnal megtalálják a helyüket. Megint itt a nyár, megint kalandozhatunk a könnyű műfajban. Összeraktuk a heti napló nagy lemez listáját. Ha úgy tetszik, megdolgoztattam a csapatot. Rita, Réka, András, Rutko, Novák Andris és jó magam, mindannyian leültünk a kis papírunk elé, és leírtuk, hogy melyik a 10 kedvenc lemez. Először megmutatom, hogy ki melyik lemezt szereti a legjobban. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Őszintén szólva meg is lepődtem volna, ha Rita listáját valamelyik popcsapat vezetné, de ilyenről szó sincs. Nála Cseh Tamás Levél nővéremnek című albuma az első, sőt a hatodik helyre is a 9 éve elhunyt zenész egyik lemeze került. Nekem egy nagyon fontos előadó, és két nagyon különböző albuma szerepel a listán, ugye az első az a Levél nővéremnek, ami egy nagyon régi albuma, a második pedig a Segítsél ki, a Mély repülés, amiben igazából ott egy szám döntött, az Anna, mert hogy annál szebb szerelmes szám szerintem soha a magyar zenetörténetben nem íródott. Rita tehát egy férfi ember lemezét választotta a legjobbnak, ugyanúgy, ahogyan Réka. Veled álmodtam az éjjel, szíved karjaiba repültél. Nyilván abszolút nem véletlen. Révés Sanyi szerintem az az ember, aki teljesen mindegy, hogy egy 10 éves, 20 éves, 30 akárhány éves, 50 akárhány éves nőről van szó, szerintem mindenkinek tetszik, mert egy olyan férfi, aki olyan, nem tudom, olyan vibrálás van körülötte, amiért meg kell őrülni. A lányok tehát a fiúkat választották, de mi van velünk? Például mit szeret a legjobban a műsorvezető? András volt az egyetlen, aki külön választotta gyermek és felnőtt kori kedvenceit. A gyermekkori a piramis, vagyis ahogy Rékánál, nála is feltűnik Révész Sándor. Révésznek elképesztő hangja volt. Elképesztő hangja volt. Tehát amikor ő kiengedte a hangját, és ugye akkoriban nem voltak még ilyen, hogy mondjam, bátor, vagy vagány, vagy ennyi ilyen megzabolázhatatlan hangú énekesek, mint amilyen a Révész volt, és azt mondta, hogy égni kell annak, aki gyújtani akar, vagy azt mondta, hogy őszintén akarok élni, azt énekelte, akkor tényleg ludbörözött a hátunk. Mai kedvence pedig egy olyan művész, akit az 50. születésnapján a heti naplóban is köszöntöttünk, Lovasi András és a Kis Csillag. Andrásnál tehát a piramis és a Kis Csillag a nyerő. És akkor jöjjön Rutko kedvence. Jött egy furcsa érzés, vaderővel elkapott. Igen, úgy éreztem kezeimmel, elérhetném a napot. Igen, Rutko magyar kedvence az Edda első három lemeze, de azt is elárulta nekem, hogy inkább a délszláv zenéket ismeri és szereti. Nem eldöntöttem, hogy melyik zenét szeretem, hanem eldöntetett annyiban, hogy édesanyám, aki egyébként harmonika tanárnő volt, állandóan a Belgrádi Rádió Karaván című kívánságműsorát hallgattuk. Nekem néha meglepetést okozott az, hogy a délszláv zenei kultúrából megjelentek számok, és egyszer csak magyarul énekelték. Már most szólok, hogy ezek egyikét el is énekli majd Rutko, de előbb ismét a táblánk, ahová az Edda is felkerült. És akkor jöhet Novák Andris kedvence. Évek óta formálj egy más, mint víz is kapad. Andris jó külügyi tudósítóként természetesen most sincs itthon, így elküldtem neki a kérdéseimet. Mindjárt a legnehezebbel kezdte a választ. Szikora Robi a klasszikus megosztó személyiség. Érezted-e valaha cikinek, hogy te kedveled
Ugyan már, dehogy is, hát az a ciki, hogy megkérdezett. Hát miért lenne ciki? Hát ha az ember valakit szeret, akkor azt szereti és örül neki. Én nem hiszem, hogy ezen kéne vitatkozni. Szikora Robi ráadásul családi jó barát, és a Robi nagyon jó személyiség, és nagyon jókat lehet vele beszélgetni. Egy csomó kérdésben nagyon jó meglátásai vannak. Már csak egy üres hely a táblán, a sajátom. Itt az idő nekem is színt vallani. Igen, nekem a Charlie-val felálló Tátrai Benda kedvencem, különösen a Küszöbön túl című lemez, amely sok régi főiskolai bulit szépített meg. Ez tehát a Heti Napló kedvenceinek listája. Ritájé Cseh Tamás, Rékájé Révész Sándor, Andrásé a Piramis és a Kis Csillag, Trutkóé az Ősedda, Novák Andrisé az Ergo, az enyém pedig a Tátrai Band. A Surdadala volt az, ahol a délszláv zenei kultúra átköltözött Magyarországra, és szerintem egy egész ország azt dúdolta. Azt ígértem korábban önöknek, hogy Trutkó majd dalra fakad, meg is tette. Ez az a bizonyos Surdadal, amit mindenki ismer, aki elmúlt már 40 esztendős. Ja, múltkor lepődtem, meg voltunk együtt egy bálon, ahol váratlanul kipenderültél a színpadra, és elkezdtél énekelni. Igen. Az igaz, hogy te egy időben éneklésből is éltél? Van egy mohácsi cigányzenekar, Peti Kovács István és népi zenekara, és elkezdtem velük énekelni. És nagyon érdekes volt egy zseniális történet, felhívott Pisti, hogy a Gellért szállodában lépnek fel, énekelnék-e velük, mert az énekesnő nem tudott eljönni, én ismerem a repertoárt, mondtam, hogy ne hülyeskedj, Pisti. De Pisti nem hülyéskedett, Trutkó pedig azóta is dalol. A Surdadalt énekelte már az igazi Surdával, vagyis Ljubisa Samardzsicsal is. Egyébként az ő listáján nagyjából fele-fele arányban vannak a magyar és a délszláv előadók. De vissza a Heti Napló nagy sláger listájához, ugyanis egyetlen olyan együttes van, amelyik Trutkó kivételével mindegyikünk listáján szerepel, ez pedig az LGT. De vajon miért? Elképesztő zenekar volt az LGT. Tehát ott olyan fantasztikus zenészek gyülekezete volt, kis gyülekezete volt, ahol mindenki tudott több hangszeren játszani, mindenki tudott énekelni. Hát az LGT az szintén az, amit én a szüleimtől hallottam, még régen ők hallgatták nagyon-nagyon sokat, és valahogy a Presser is olyasmi, mint a Révész egyébként, hogy teljesen mindegy, hogy milyen korosztályról van szó, valahogy mindenki szereti. Szerintem egyébként pont amit mondtam, a szöveg és a zene fantasztikus párosítása, tehát hogy az egy könnyen megjegyezhető dalok, bár mondjuk pont én a Loksi albumot írtam föl, amin vannak nagyon zeneileg is nagyon mély dalok, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak az LGT az, amit teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, biztos, hogy énekeltünk tábortűznél legalább egy LGT dalt. Az összesített listánk első helyén tehát az LGT, ezt már most megmondom. Az együttes frontembere és lelke májusban volt 70 éves, Benyó Rita ment el felköszönteni a nevünkben. Itt voltak a Kézzel Tripolt első próbái. Azért éppen ezt a mondatot vettem ki abból a riportból, mert a Heti Napló lemezlistájára egy musical és egy rockopera is felkerült. Utóbbi az István a király, amit Dézsi kollega tett a legjobbak közé, a másik pedig a Kézzel Tripolt egy amerikai popfesztiválról. Ez utóbbi az Andrások, vagyis Svábi és Novák jó voltából. Amúgy annak a zenéjét is Presser szerezte, és mindmáig a Víg Színház történetének egyik legsikeresebb darabja. Andrásnak egyébként olyan is van a listáján, aki senki másnak, Zalatnai Sarolta. Ugye Zalatnai szerintem mindenkinél handicappel indul, hogy visszagondol, mert Zalatnai ugye megjárta a börtönt, ugye őtőle ismerjük azt a szót, hogy böri. Ugye ezt hoztam be a köztudatba, tehát megjárta a böri, és hogy mondjam, devalválódott. De a hangja az fantasztikus volt. Az a vagány hang, ami az Zalatnainak volt, az a, ahogy ő ki tudta engedni a hangját erőlködés nélkül, az szerintem unikális. Érteni kell, néha a biztosat is. De még mielőtt nagyon elrévednénk a múltban, vissza ifjú kolléganőinkhez, például Rékához, akinek a listáján természetesen mai zenekarok is vannak, mint a Quimby, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Belga. Mit kíván a magyar nemzet, magyar nemzeti hip-hop rappe? A Belga az nekem
Nekem az azért egy nagy kedvenc, mert én miskolci vagyok, ugye? És Miskolcon régen a barátaimmal nagyon-nagyon sok belga koncertre jártunk még ki az egyetemre, amikor gimnazisták voltunk, és ez ilyen nagyon menő dolog volt, hogy megyünk belga koncertre, és arra azért hatalmasokat lehet bulizni. Azt már tudjuk, hogy Rita kedvence Cseh Tamás, de ott van még a 10-es listáján az Anima Sound System, a Kistehén és a Control csoport is. A könnyed muzsikák viszont kimaradtak. Nyilván van kedves limonádédal, amit nyáron én is szeretek, de hogyha azt kérdezed, és már pedig azt kérdezted, hogy melyik a 10 legfontosabb zenei album számomra, akkor arra nem tud rákerülni egy olyan, aki mondjuk egy jó számot írt, és egy nyáron át mondjuk azt énekeltem. Nyilván közben vannak olyanok is, tehát mondjuk például a Quimby pont leszorult, de azért a Quimbynek vannak olyan dalai, meg van egy vagy két olyan album, ami úgy egészében nagyon jó, de hát hozzáteszem, én egy bölcsészlány vagyok, és ennek minden attitűdjét azt hiszem mutatom is, talán a lemezválasztásban is. Egy ugrás vissza Boszniába Novák Andráshoz, akinél az Ergót, a Republik és az Illés követi a listán. De ahogyan mondja, neki a világ különböző tájain járva szinte az összes magyar zene élményt jelent. Ha van olyan rádiónk, amelyiket be lehet hozni online, akkor nagyon jó magyar rádiót hallgatni. Most itt vagyunk Bosznia-Hercegovinában, és tegnap este is valamelyik rádiót online bekapcsoltuk, és jó egy kicsit magyar zenét hallgatni az ember külföldön van. Ha meg a távol-keleten vagy a közel-keleten, akkor meg pláne nagyon jó magyar zenét hallgatni. Itt az ideje az összegzésnek. Mindannyiunk listáját egymás mellé tettem. Az első helyezetteknek 10 pontot adtam, a másodiknak 9-et, és így tovább. Azután összegeztem, és kijött a végeredmény. Annyit csaltam csak, hogy az azonos együttesek különböző lemezeit egynek számoltam. A Heti Napló örök listájának győztese így 26 megszerzett ponttal az LGT lett. A második helyre Holt versenyben befutott a Piramis és az Edda 18-18 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Kispál és a Borsz került 17 ponttal. De sok pontot kapott a Képzelt Riport, az Illés Együttes és Cseh Tamás is. És ha nem baj, akkor most nem is vonnám meg az erkölcsi tanulságot, inkább hallgassuk a győzteseket. We'll be right back.